A hétvégén összevezetett eboltás zajlik a városban, csippel megjelölt kutyák részére. Az ebek veszettség elleni oltása évente kötelező. Az ezt igazoló, sorszámozott oltási könyvet vagy állatútlevelet gondosan meg kell őrizni. A veszettség a legnagyobb jelentőségű vírusos eredetű idegrendszeri megbetegedés, mely minden emlős állatra és az emberre is halálos kimenetelű. Hülbert Csaba állatorvos elmondta, a védőoltások szerepe, hogy védettséget biztosítsanak bizonyos betegségekkel szemben, a szervezet saját, specifikus ellenálló képességének fokozása révén. A veszettség az egy olyan betegség, amit a vírus terjeszt, már nagyon régóta megvan, alapból a denevéreknek a vírusa, de szerencsére adaptálódott az összes melegvérű állathoz szinte. Tehát egy olyan zoonózis, az állatról emberre is terjedő betegség, ami az embert is megfertőzheti, és ha megfertőzi, akkor elég szomorú következményei vannak, mert azt nem sokan élik túl, legalábbis az emberek közül. Ennek a megelőzésére találták ki annak idején, ugye Pasteur 1885-ben mutatott be először egy veszettség elleni vakcinát. A háború utántól gyakorlatilag elég folyamatosan használják ezt. Az idei szervezet veszettség elleni oltás több helyszínen zajlik. Szombaton reggel 8 órától a Balassi úti szociális otthonnál várják az ebtartókat, majd 9 órától a Lyukhídnál, 10 órától a Szolnoki útelágazásnál, 11-től a Zrínyi úti temetőparkolónál, 12 óra 30 perckor a Batthyány úti mélytelepnél, 13 óra 30 perckor pedig a Fistársaroknál kaphatják meg az oltást a kutyák. Vasárnap is folytatódik a veszettség elleni védekezés, ugyanis reggel 8 órakor Nagyteleken, 9 órától viszont az Esze Tamás úton, végezetül pedig az Újhatvani Kispiacnál lehet megtalálni az állatorvost. Az oltásra a gazdiknak magukkal kell vinni a tavalyi sorszámozott eboltási igazolványukat, pótlás esetén azonban új sorszámozott oltási könyvet kapnak, melynek költsége 500 forint. Továbbá a védőoltás és a féregtelenítés díja 5000 forint. Mindezek mellett fontos tudni, hogy pótoltás nem lesz.